Mint több éve, idén is szemétszedési akció volt a földnapi alkalmából Izsákon. Ekkor az önkormányzat és intézményeinek dolgozói, valamint az iskolások járták a várost és a városba vezető utakat, összegyűjtve a szétszórt hulladékot. Emellett az is hagyomány már, hogy a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület, a Tegyünk Izsákért Egyesület, valamint az Izsáki Házitészt a Kft. Szervezésében a tavasz tiszteletére a Kolontó környékét is megtisztítják a szétszórt hulladékoktól. Eddig a lányt lovon láttuk, most egy másfajta paripán. Hogy kerültél erre? Hát először ide jöttem, és utána meg így ráültem, és akkor utána meg elkezdhettem vezetni. De megegett az árt, igen. Ugye? Igen. Hogy vezet a lány, mint tulajdonképpen? Remekül, remekül. Már átmentem vizen. Átmentél vizen? Hát az nagyon jó. És a legfontosabb, hogy sok szemetet tettél, ugye? Megkezdődött a 2013-as személygyűjtő szezon is, és természetesen a nyugdíjasok is jelen voltak. Igen, 20-at jelentettem, és 23-an voltunk. És csodálatosan érzik magukat. Maga az, hogy kijöttek a határba, ez egy szenzációs dolog nekünk is. És az, hogy ilyen tábori helyen főzhetünk, hát ez meg remek volt. Kósa Gyula ugyan kiskörösi, de nagy barátja a Kolontónak és a kolontavi madaraknak. Hát nyilván természetes, hogy itt voltál a személygyűjtésen is. Igen, mert a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület tagja vagyok, úgyhogy úgy éreztem, hogy itt kell lennem. Tavaly is itt voltam szemetet szedni, meg előtte is legalább 5 év óta figyelemmel kísérem, hogy Izsák körül milyen mennyiségű szemét van, mint ahogyan Magyarországon a többi városokban is. És lényeges javulás volt azért bizonyos területeken, tehát használt az a tavalyi szemétszedés is, hiszen ugyanaz azt a részt vállaltuk most be, és az lényegesen kevesebb volt a szemét azokon a területeken. Megfáradt, de vidám csapat, melyik területről sikerült begyűjteni a szemetet? Rengeteg volt az egyik helyen, ott rengeteg. Milyen jellegű? Hú, hát szerintünk egy ilyen házat üríthettek ki, vagy gondoljuk mink egy idősebb, öregebb házat. Szőnyegtől kezdve minden volt. Tavalyhoz viszonyítva milyen volt most? Több, kevesebb szemét? Hát ott azon a helyen több, a többi rész az sokkal kevesebb. Hát akkor mondhatjuk, hogy egyfajta javulás történt egy év alatt? Javulás, nagyon sok javulás történt. Bajnóciéknál az egész család részt vesz a személygyűjtésben, az unoka is valahol szorgoskodik éppen. Igen, még ő kint van, valamerre Matyó környékén. Egy unokával jöttünk, többiek még otthon maradtak. És hát a család úgy érezte, hogy valamiféle jót tesz ezzel nyilván Izsáknak és a környéknek? Természetesen mi mindannyian környezetbarátok vagyunk, szeretjük a tiszta környezetet, a szép környezetet, és azért jöttünk ki családostól. És a család főnöke idézőjelben? Igen, nagyon idézőjelben. Miért érezte, hogy jönni kell? Mindenképpen a nevelés cél, az unokának példamutatás, mindnyájunknak, a jó társaság, szerintem jó idő, kirándulás, szuper. Én ugyanezt gondoltam, mint a Babi. A jó idő, a kirándulás, a segítség, az együtt töltött lét, együtt töltött idő, ez nagyon jó, hogy ilyeneket szerveznek. Tehát fölér egy jó kikapcsolódással. Van, fölér egy jó kikapcsolódással, és akármikor eljönnék, bármikor hívnak, bármikor van ilyen, mi is jönnénk mindig. A nagymama, nagypapa mondta, hogy te is részt vettél az akcióban, most érkeztetek meg. Hogy tetszett ez a személygyűjtés? Hát nekem tetszett, azért mert nagyon sok szemetet összeszedtünk, és így megóvtuk a környezetet. A személygyűjtési akcióban résztvevők szép és nagyon-nagyon finom vendéglátásban részesültek. Te például kiváló süteményeket kínálsz itt. Ezt nem én sütöttem, ezt az Izsáki házitészt a dolgozói sütötték, én csak kínálom. De nagy szeretettel hozták, úgyhogy mindenki fogadja szeretettel. Nagyon sokat dolgoztunk, kint voltunk az Izsáki új bicikli úton végig, és rengeteg szemetet találtunk, úgyhogy az nagyon sokat. Milyen jellegű szemét volt az új út mellett? Voltak ruhák. Volt rengeteg zsák, nylon, linoleum, akkor találtunk olyan 5-6 zsák szemetet, ami sörös flakonok, de zsákba kivitt. Rengeteg, rengeteg szemét volt. Lassan elmondhatjuk, hogy Izsákon a tavaszi szemétgyűjtés egyfajta népi kezdeményezés, népi akció, össznépi akció. Ezt bizonyítja az is, hogy a Néptánc Egyesület is részt vesz az idén. Így van. Fontosnak tartottuk, hogy mindenképpen megjelenjünk. Ugyanis egyesületünk nagyon sok gyereket vonz, és fontosnak tartjuk azt, hogy példát mutassunk, ugyanis ez Izsáknak közös ügye, mindenképpen szeretünk volna segíteni.
Milyen tapasztalatokat sikerült gyűjteni a terepen? Sajnos mi pont egy olyan részen szedtük a szemetet, ahol régi szemét volt, már-már benőtte a fű. A nejlonok, amiben a szemét volt, már bomlásnak indult, úgyhogy nem volt egyszerű, vasvillával, gerebjével is neki kellett állni, de aztán a végén nagyon jól sikerült kitisztítani. Hogy tavaly az ötletünk onnan indult, hogy hogy lehetnénk a város életébe hasznos tevékenységet, hogy folytathatunk. A Sörös Pityunak volt az egyesületbe a gondolata, hogy amerre mi futni járunk, kirándulni járunk, mivel hogy a Kolontó, amúgy is a Matyó, Düllő és a környék, ez egy fő turisztikai vonzerőt jelent a város életébe, és a szemét hegyek tornyosulnak a Düllő utak mentén. És akkor mi megkeresünk a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesületet, leültünk a Bíró Csabával, Gerencsér Gyulával, Németh Ákossal, és meghánytuk ezt a dolgot. Ők kinyomtatták a térképet, természetesen az elzárt területeket, tehát a fokozottan védett területekre mi nem mehetünk be, de azoknak a határait behatároltuk, hogy melyik az a rész, ahol mi szemetet tudunk szedni. Örültek a kezdeményezésnek, és onnan indult, kijelöltük a dátumot, és innen indult az első szemétszedés. És halva ezt a juhászné, Ica néni és a házitészta Kft. Elsőként csatlakozott a kezdeményezésünkhöz, és én nagyon örömmel mondhatom el nektek, hogy az idén csatlakozott hozzánk az Adrenalin Kft., a Agárdi telep részéről, a Kakuja Zoltán vállalkozó, akik megkerestek bennünket, hogy szeretnének, mivel tudnak segíteni. Kaptunk üdítőitalt, ásványvizet, konténeres autót kaptunk, egy furgont, amivel a szemetet tudtuk, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez egy jelentősen a város életébe bekapcsolódott egy csomó vállalkozó, és egy új arcokat is lehet látni egyébként a mai reggel folyamán, ennek nagyon örültünk, és ami még kimondottan fontos, ezt annak idején beszéltük veled is, hogy a fiatalokra minden pályázat most erről szól, hogy hogyan lehetne bekapcsolni a fiatalokat, az önkéntes munkára az embereket rábírni. Én úgy érzem, hogy az önkéntes munkának ez egy nagyon ékes bizonyítéka, hogy itt vagyunk. Én úgy gondolom, hogy olyan 150 fő itt lehetett, és ezek önként jöttek ezek az emberek. És ha szétnézel, nagyon sok mosolygós gyermekarcot lehet látni, aki nagyon fontos, hogy itt vannak. Ezeknek egyfajta igényt támasztunk a tisztaság érzetükbe, vagy a környezetükhöz való viszonyulásba, és ezt én nagyon fontosnak tartom, mert ezt meg fogja követelni az ő gyermekénél, de esetleg a családba is, ide tegyük, ugye van ez a mostani szelektív gyűjtés, de ha kimegyünk, akkor nagyon úgy mondom, hogy tiszta környezetbe lehet kirándulni, sétálni, és ez mindenkinek jó. És meg szeretném még köszönni az Izsáki Ezüst Golya Nyugdíjas Klub minden tagjának, aki itt volt, és főzött reggel 6:30 óta főzték a teját, a kávét, és most egy finom ebéddel vártak bennünket Juhász Annyi bácsi segítségével. Hát a szokásos lábszárpörkölt tarhonyával és savanyúsággal. Izsáki tarhonyával? Természetesen. Ha a reklám helyre gondolta, akkor ez az. Az Izsáki Házitészta Kft. Már hagyományosan támogatója, sőt kezdeményezője ennek a szemétgyűjtési akciónak. Most az idén milyen mottóval indultatok? Hát idén is ugyanazzal a mottóval, mint tavaly, mert én azt gondolom, hogy aki tavaly itt volt, az sajnálatot konstatálja az, hogy hiába telt el egy ilyen rövid egy év, sajnos ugyanúgy tele van az út széle, és ugyanúgy tele van az a terület, amit tavaly kitisztítottunk. Még mindig nagyon sok olyan ember van, aki kicsit máshogy gondolja ezt a szelektív hulladékgyűjtést, illetve a szemétgyűjtést. Nagyon szomorúk vagyunk, hogy a szeméttelep környékén találjuk a legtöbb szemetet. Azt gondolom, hogy ez az emberek fejével nem tudom, hogyan lehetne beleültetni, lehet, hogy el kell tenni két generációnak, mire ez majd úgy tudatosodni fog. Hogyha már összeszedés otthon a környezetébe, közvetlen környezetébe zavarja, akkor, és már veszi azt a fáradtságot, üzemanyagot, költséget, hogy összeszedte, nejlomba gyűjti, akkor miért nem viszi még azt az 500 métert és fizeti be azt a kis jelentéktelen költséget? Kevesebb lenne vele a munkánk. Amerre ti jártatok, ezek szerint nem volt nagy javulás, viszont ketten is mondták, hogy amerre ők jártak, a tavalyihoz képest azért tapasztaltak javulást. Nyilván, hogy vannak azért olyan térségek, ahol biztos, hogy kevesebb van. Hát mi most itt konkrétan a mi csapatom, az én csapatom az az új kerékpárút és a környezetét, illetve Kisizsákig tisztítottuk, takarítottuk. Hát nyilván, hogy volt még az út elkészítéséhez kapcsolódó szemét is, amit hát lehet, hogy összeszedtek volna maga az út elkészítői, de mi ezt most megtettük. Hát mellette ott is nagyon sok olyan hulladék van, ami látszik, hogy nagyon régi, öreg hulladék. Én találtam például 25 éves sztárüveget, meg olyan régi petróleumos lámpától kezdve mindenféle szemetet, ami hát most valahogy az erózióval előkerült.
Szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy ilyen klasszul megszervezték ezt a személygyűjtést, és nagyon örülök annak is, hogy nagyon sokan megjelentünk. És nem volt nehéz szervezni, nagyon könnyen az emberek kaphatóak voltak rá. Tudták azt, hogy igenis, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy Izsáknak egy tiszta környezete legyen. De voltak elkeserítő helyzetek, ahon én szememmel láttam, temérdek szeméttel találkoztunk, és én nagyon szépen kérem az izsáki lakosokat, hogy van már arra lehetőség, hogy azt a szemetet elvigyük a szemétlerakóra, ne az izsák szélére kihordjuk, mert elkeserítő, fertőző, olyan látvány, hogy én sajnálom a mostani fiatalokat, hogy ára kimennek sétálni, vagy kimenünk mi is gyalogolni, vagy futni, vagy, és egy ilyen környezetben, de én bízok benne a következő években is, olyan rendes emberek vannak mellettünk, hogy megszervezzük ezt a napot, és összeszedjük ezt a szemetet. A másik meg az, hogy a fiatalok, az iskolások, a gyerekek tanulnak belőle, hogy ezt a szemetet nem eldobni kell, hanem igenis, hogy a kukában van neki a helye, és hogy kapjunk magunknak egy tiszta, egészséges környezetet. És itt szeretném megköszönni a dolgozóimnak, az izsáki tészta, házi tésztának a dolgozóit, az asszonyaimnak, emberének, nálunk a szervezés, mondhatom azt, hogy nagyon könnyű volt. Én bejelentettük az asszonyoknak, hogy nagyon szeretnénk, ugyanúgy, mint a múlt évben, hogy szemetet gyűjteni, tegyünk annak érdekében, hogy izsák tisztább és szebb legyen, és mondom, hogy iratkozzanak föl egy népsorba, és mikor elolvastam a népsor végét, hogy hoppá, mennyien iratkoztak föl, már látom, hogy 50 valamennyi, de még az nagyon még boldogabbá tudott tenni, amikor egy ember mellé odaír, én hozok 6 főt, én hozok 4 főt, én hozok 2 főt, én hozok 4 fővel. Ez valóban, ez egy olyan öröm volt, mint vezető ember léttem rá, hogy igenis, hogy van összefogás, és hogyha összefogunk, akkor teljesítünk is. A Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület volt az egyik főszervezője ennek a mostani akciónak. Bár mondhatnánk azt is, hogy hagyomány, mert hogy tavaly is így volt. Hogy értékelnéd a mostani akciót? Sokkal pozitívabb volt a hozzáállás az emberektől, mert úgy érzem, hogy a tavalyi első akció követően úgy érzik az emberek, hogy részt kell venni ebben a szemétszedésben, tehát hogy van értelme annak a munkának, amit tavaly elkezdtünk, és így a pontos számadatokat nem tudom még a szeméttelepről, de jóval kevesebb szemetet tudtunk összeszedni, sokkal többen, mint tavaly voltunk. Elég nagy létszám jött össze most, én úgy megsacoltam, 100-150 biztos van itt. Igen, én is azt gondolom, szemmel látható, hogy többen vagyunk, mint tavaly, és igazán boldog vagyok ettől, hiszen nem kellett rettenetesen nagy energiát abba belefektetni, hogy hívjuk az embereket és tegyünk a környezetünk tisztaságáért. Azt gondolom, hogy a hír terjedt, mint a futótűz, úgyhogy ennyien összejöttünk, és nagyon örülünk neki.